Ciao a tutti, Roberto Vajok, azirta moi napit vajunka konyamba, oi kisi chunka igut, eg, fokaimas, chipus, kirai rakos, spaghetti. Na korkes dun kirai rakan. In eges kirai rakas nalo, merta panzer isha feibol fugung cinanni, eg alaple, ui kivia koi bisk. És az egész rák fogunk használni, nem csak a húsa. Akkor fogunk, távolítjuk meg a ráknak a fej, vegyünk ki a kis lába, páncér, fejjel együtt tegyünk, itt marad a tiszta húsa. A húsból vágjunk egy kicsit a középen, itt szépen kivettünk belőle a bél, és tiszta tegyünk oldalra. Rock and roll! Most viszont mosni kell a kis fejecske, és még átmosunk egy kis hideg vízzel a húsa is. Mossunk meg ez a sötét részed, vegyünk ki. Még egy dolog marad, ki kell venni a kis rakocskának a szeme, mert ha bent adjunk, akkor nagyon keserű, tehát nagyon keserű lesz az íze, de ez ma neki mindegy, nem fog látni minket. Fogunk, és egy kicsit itt levágunk. Ennyi az egész. És most készítünk meg a bisk. Egy kis olívaolaj. Indítsunk meg egy nagyon rokkos tűz. Tegyünk bele a zöldség, hajma, sárgarépa és angol zeller. Adjunk hozzá egy kis só. Tegyünk rá a páncél és a fej. Ezt is nagyon meg kell pirítani, és közben nyomjatok a fej itt kis fakanállal, hogy kiadjon az egész húsát, oké? Okay? Ez ízfokozó, ez olyan, mint egy natur leves kocka. Tegyünk rá egy nagyon pici fehérbor, de amúgy konyák brandy is lehetne, egy picike, keverjünk meg egy kicsit. Új, amikor nem érzünk az alkohol, én jeget fogom használni, mert kell neki egy hideg sokkolás most, mert akkor teljesen ki tudjunk venni a királyrákból az egész íze. Adom rá a paradicsom, rakjunk bele egy picike sűrített paradicsom, adjunk hozzá meg egy fél liter hideg víz, vegyünk teljesen lent a tűz most, tegyünk ide oldalra, és még mindig ilyen lassú tűzzel, ameddig újra felforrál. Körülbelül egy órácska kell neki. Addig készítsünk meg a aglio, olio e peperoncino. Most lassú tűzzel kezdünk, és majdnem végzünk is. Oké, ez körülbelül ennyi. Mert fogunk a fokáimat, és fej lefele teszem az olajba, tegyünk oda friss csipős paprikát, nálom minden, száraz is jó, petrezselyem szár. Ilyen kellőleg legyen, ez már kész is van, vegyünk ki, adjunk rá a király rákáibbe, tegyünk rá egy kis só, rakjunk oda egy kis brandy, és flambírozzunk meg. Jó. Kicsit menjen. Így szépen. Hú, de jó. Leflambíroztunk brandyvel, most kiszedjünk. Itt is megvajunk, ezzel kapcsoljunk ki a tűz, meg is vajunk az alaplé a bízkel. Vegyünk elő egy botmixer, és szépen lassan leturmixoltunk az egész, most ki fogunk szúrni. Ide rakjunk egy kis szűrő, vigyázzatok, mert nagyon forró. Nagyon finom lett, de ez még sűríteni fogom, de eddig rakjunk forrálni a víz. Tegyünk bele sót, és sűrítünk meg bisk. Kóstoljunk meg előtte. Olyga. Egy kis só meg mehet rá. Ne elővegyünk a spagetti tésztát. Tegyünk a vízbe 5 perc. A királyrák, én levágom kisebb darabokra. Amikor megesszünk a tésztát, akkor mindenhova kerüljön még egy kis darab, mert akkor sokkal jobb lesz a vég eredménynek az íze. Vegyünk ki egy kis főzővíz. Eltelt az 5 perc. A tehén már szólt nekünk, és akkor szűrünk ki a víz. Tegyünk ide,
keverjünk meg, engedjünk meg egy kis főzővízre, adjunk ki egy kicsit a sűrített bízkból, mehet be a rák. Keverjünk egy kis friss petrezselymet, mehet hozzá egy kis vaj, kapcsoljunk ki a tűz, és keverjünk, ameddig a vaj nem fog elolvadni. Fogunk az amerikanál, adjunk hozzá egy pár darab rák, egy kis petrezselyem, frissen, és megjött az idő, hogy kóstoljunk meg. Fantasztikus lett, jó, pikáns, érezni benne a bízk, a rák, ez nagyon jó, nagyon egyszerű, egyszerű étel. Ekkor a pasta. Ciao a tutti! Iratkozzatok fel a Ecofamily YouTube csatornára, hogy tudjunk majd utána együtt főzni rengeteg recept. Sziasztok! Ciao!